Sziasztok, üdvözletem innen Buda TT megállóhelyről. Ugye Campona ott van szembe. A túloldal meg szintén megy egy vonat, de az az alsó pályán. A 30-as vonal és itt a 40-es vonal. Budafokhárosnál válik szét a kettő, de itt még elég közel vannak egymáshoz. És hát ami nagyon nagy hiba volt szerintem így az átépítéskor, hogy a peront azt elcsúsztatták a másik irányba, tehát ide kellett volna inkább eltolni, mert itt van a Campona, ugye bejárata a túloldalt, meg itt van a buszpályaudvar is. Ugye sok BKV busznak is itt van a végállomása, tehát kevesebb rágyalogással lett volna elérhető a vasút, hogyha az itt marad. Főleg, hogy itt van egy gyalogos felüljáró, ahol ugye át lehet menni a Campona fele. És ezekben a tornyokban liftet építettek, de az már az átadáskor nem működött. És az átépítéskor se javították meg, tehát itt látjátok, mindjárt meg is mutatom, hogy lift az nincs. Mert egyébként az eredeti Buda TT megálló az nem itt volt, hanem egy olyan mintegy 400 méter arrébb ott, ahol a mostani felüljáró és, ott a, és alatta a sorompó van. Amikor a Campona megépült, 1990-es évek közepe vége fele, akkor helyezték át ide a megállót, kivetett a Campona kérésére. És az eredeti, tehát ezek a építmények, ezek akkor épültek, de akkor még a peron is amarrébb volt. Akkoriban, amikor a Campona kérte, hogy a megállót helyezzék át ide, ezek a felüljárók itt a parkolókhoz, meg a plázába az akkor épült, de akkor még a peron az amarrébb kezdődött jóval. És nem volt ennyire elcsúsztatva ez a mostani átépítéskor alakult így. Hát látjátok, itt van a gyalogos feljáró másik fele. És hát a túloldalt is látszik, hogy ott volt a lift, de az maxi akkor működött, mikor először megépítették. Ugye a MÁV tartott a karban, nem a Campona. Logikus lett volna, hogyha a Camponára bízzák azt is, mert ugye már plusz két liftet bevállaltak volna, hogyha miattuk helyeztek át egy megállót. És akkor még most is működne. És hát gyertek, itt van a szokásos egyenperon mind a két oldalt. És hát mondjam, az átépítéskor vitték ki errefel elcsúsztatva, ami szerintem nagy hiba volt. Ezt nézzétek, digitális kijelző ugyan van, de lefagyott. Mert ez még a 11.43-kor délibe érkező S42-t mutatja, és egyébként már látjátok, mindjárt 15 óra van. Hát, ilyen is van. Ritkán látott pillanat, de most ez van. És akkor szépen meg elnézhetünk még arra is, így néz ki maga a megállóhely. Hát igen, itt az a... Itt nem tudom, milyen megfontolásból tolták el errefele a peront, ahol nincs semmi, de nagy hiba volt, mert ugye látjátok, milyen meg is mutatok, hogy arrafele aztán végképp nincsen már semmi, a Campona bejáratától meg így pont, hogy távolabb került. És akkor látjátok, ennyi volt a Buda TT-nyi megálló bemutatása. Ami még érdekes, vagy legalábbis fontos dolog, hogy egyrészt, hogy van hangos, az előbb működött is, mert bemondták a G43-ast, másrészt, hogy van térfigyelő kamera, tehát az azért fontos, hogyha felújítanak egy megállót, akkor kell a kamera, hogy ne verjék szét az első másodpercekbe. És jó, ez is ennyi lett volna, úgyhogy találkozunk majd a következő videóban. Sziasztok!